úgy fest, hogy az ember akkor jár jól, ha reggelizik, mert ezt kaptam reggel így a nent, két ilyen pici sütikét, egy almát, meg egy joghurtot, pedig itt ezekben nagyon jó reggeliket szoktak egyébként adni. Valaki itt is hagyta a javát, hogy megette a joghurtot. Valójában én is ezt csináltam, hogy csak a joghurtot ettem meg, és szerencsére ugye volt tegnapról péksütim, úgyhogy azt tettem reggelire. Illetve ittam egy jó kávét. Mokás volt, mert két hölgy itt kínlódott ezzel a vízforralóval, minden akart nekik összeérni. Nem tudtam, mit csinálnak, mert nem tudták bekapcsolni. Megfogtam a kis kávémat, beleraktam a tejet a bögrébe, be a mikróba, megnyomtam az indítást, egymásra néztek, és elkezdtek szakadni a röhögéstől. Hát kiderült, hogy ők is ezért küzdöttek a vízforralóval, mert a saját kávéjukhoz így akartak vizet csinálni, forró vizet, és utána ők is beöntötték inkább a bögrébe, és betették a mikróba, és egy fél perc alatt rendben volt a dolog. Fél nyolckor sikerült elindulnom a csodás reggeli után. Úgy néz ki, hogy tényleg ezekben az ifjúsági szállókon nagyon jó a reggeli, érdemes maradni, de hát én fél kilencig nem akartam itt dekkolni még egy órát, meg még egy felet, még ezek. Másfél óra alatt azért egy 7 kilométert én haladok egy óvatosba is, úgyhogy nekem az fontosabb. Úgyhogy elindulok a híd felé, már tegnap kifigyeltem, hogy arra megy az út, de nem a városon átmegyek, hanem itt van egy gyönyörű szép sétány a folyóparton. Inkább azt választom, mert az este is nagyon jól mutatott. Hát így ez az. Eléggé rendben van. Úgyhogy most átballagok azon a hídon. Aztán nem tudom mi lesz, mert szokásomhoz híven nem néztem meg, hogy hova kell menni. Elindulok, ballagok, aztán majd, hogyha megálltam, akkor kitalálom a következő lépést. A híd tövéről ez látszik. De ott a bokrok között van a kalózkocsma, ami sajnos zárva volt tegnap, pedig marhára megnéztem volna, mert rettenetesen királyul néz ki. De most is úgy nézem, hogy zárva. Aki erre jár, esetleg annak itt rögtön a híd lábánál érdemes megnézni ezt a helyet.
5:30 van, itt vagyok a célba, 30,7 kilométernél tartok, de még fel kell másznom, hál' Istennek, egy csomó lépcsőn, ami még ott is folytatódik. Ez igen jól esik így ennyi kilométer után. Hát mindegy, nem kell sietnem, mert lefoglaltam a szállást. Állítólag nagyon jó. Hát remélem is, mert megküzdök érte rendesen. Plusz, hogy 2 kilométerre van a Caminótól. Úgyhogy most is, meg reggel is rá kell majd húznom sajnos. Hogy elvileg van konyhája. Nem tudom, hogy milyen. Hogy nem mertem nagyon extra kaját venni. Úgyhogy vettem egy ilyen konyhakész valamit a helyi áruháznak a ilyen grill vagy ételpultjából. Ezt csak meg kell melegíteni, azt bár egy mikróba is meg tudom oldani. Meg reggelre vettem egy-két ilyen péksütit, meg hát természetesen joghurtot, meg magokat, mert ezen elfogyott, de pont akciós volt. Úgyhogy egész olcsón megoldottam megint ezeket. Úgyhogy most fölküzdöm magam a hegyre. Hát ez a lépcső, ez nagyon nagy szivatás. Ugye a harmadától kezdtem el számolni a lépéseket. És 86-nál tartok, de hát még egy 50-60 biztos hátra van. Úgyhogy szerintem 150 és 200 között van a számuk. Ez pont jó, hogy ilyen böhöm nagy hátizsákkal, ráadásul most be is vásároltam, mert írták, hogy nincs bolt a környéken. Hogyha a városban kell vásárolni, ezt ilyen nagyon jól tették, mert nem esett volna jól visszamenni innen. De hát még az is egy plusz 2-3 kiló súly, amit most viszek felfelé. Hát eddig volt 180, plusz az első harmada, szóval bőven 200 fölött van. És szerencsére innen még folytatódik, úgyhogy hogyha nem jelentkeznék, akkor itt a lépcsők között kereshetek. De egy biztos, hogy lábra ma gyúlt a meleget. 480 lépcsőt számoltam meg idáig, de volt még egy olyan 60, amit nem számoltam nagyjából. De hát ide hozott föl, itt egy elég frankó, és emellett van a szállás. Arrafelé. Szóval ez a hely elég komoly, mindegy vakbélgyulladás. Egy viszont biztos, hogy reggel találni fogok valami másik utat. Egy a térdeimre még így elég nagy szükségem lenne. Nem nagyon szeretnék megint ilyen 500 plusz lépcsőt lemenni. Már eleget mászkáltam itt körülött, egy gyönyörű a kilátás. Most lesz szükségem van egy zuhanyra, meg az ágyamra. Jó lenne, hogyha nem felső ágyat kapnék, úgyhogy beülnek inkább a szállásra. Itt a hely. Hát tényleg elég komolynak néz ki. Írták, hogy új meg modern, hát eddig úgy tűnik. Ez a szobám. 6 ágy van benne, egyedül vagyok. Tökéletesen új olvasólámpával, minden ágyhoz külön konnektorral, terasszal. Olyan konyhával, hogy a jobb magazinokban van ilyen, meg hát a fürdő is istentelenül király, úgyhogy hát ez elég jó az a hely. Lehet, hogy megérte ezt a... Azt mondta, hogy ilyen 600 körül vannak a lépcsők, úgyhogy annyi volt a mai mászkálás. Itt a mosószárítógép 2-2 euróval megy, ugye ezt simán meg lehet osztani mással, tehát ha még valakit beugrasztunk, akkor már nagyon olcsó.